Önfeledten szaladgálnak anyjuk nyomában ezek a frissen született fjord kiscsikók a hajmási szabadidőfarmon, ő itt Herkules. Testvérei közül ő látta meg elsőként a napvilágot. A két fiatal kanca most először vált szülővé, míg a két idősebb már a harmadik kicsinyét neveli. Ősi lófajtáról van szó, ami jól idomítható és szívós természete miatt nagyon kedvelt. Az itt található példányoknak azonban még nincs sok rokona Magyarországon. Ezek a csikók egyedülállóak az országban, nagyon kevés van még belőlük. Ők Norvégiában lettek kitenyésztve. Ez egy nagy, egy hidegvérű lófajta, és itt egy tenyészet lett létrehozva, amiből ezek a csikók láthatók. 15-én született az első csikó, és utána folyamatosan pár napra a többi. Mindegyik mén csikó. Mesterségesen vannak a kancák visszatermékenyítve most már, most a hét folyamán, és próbálunk egy még ennél nagyobb tenyészetet létrehozni ezekből a fjordlovakból. Az ifjú lovakat a szomszédos gálosfáról érkező óvisok is megcsodálták. Nekem nagyon tetszenek. Legjobban a csipkebogyó tetszik. A fjord póni rendkívül barátságos, nyugodt természetű fajta, miután széles léptű, járása nem dülöngél, ezért a gyermekek is biztonságban érezhetik magukat a hátán. Szerettem a lovakat, meg szoktam rajtuk lovagolni. A tenyésztési szabályzat szerint a kis csikó és az anyja nevének azonos betűvel kell kezdődnie. És képzeljétek el, még nincs mindegyiknek neve. Kellene valami cs betűvel valamilyen nevet kitalálni, amilyen cs hanggal kezdődik. Csövi! Csövi? Húha! Csiga! Csiga! A miért olyan lassú, mint egy csiga? Az ovisok ösztönösen vonzódnak az állatokhoz, így a lovakkal való ismerkedés is nagy örömet okozott a számukra. A gyerekek számára nagyon fontosnak tartom a környezeti nevelést, mivel most már sajnos itt vidéken is nagyon sok családnál nincsenek házi állatok, a kutyán és a macskán kívül, ezért sokszor ellátogatunk olyan helyekre, ahol megismerhetik a házi állatokat, vagy akár a vízpartra, ahol a vízi élőlényeket, úgyhogy ők nagyon élvezik, szerintem most is, hogy még nem láttak ilyen kis csikókat. A kis csikókat most folyamatosan szoktatják az időjáráshoz, ugyanis a lovak a szabadidő farmon télen-nyáron a legelőkön vannak, úgynevezett ridegtartásban. Jövőre pedig tovább bővül majd a norvég fjord állományit hajmáson. Találtak ugyanis egy elit minősítésű német fedező ményt, így a következő utódok már tőle fognak megszületni.